Szép estét kívánok. Külajos barátom azt mondja nekem, hogy Stuhl Én pedig azt mondom, hogy Székesfehérvár. Székesfehérvár, természetesen. Köszöntelek. Igen. <laughs> Szép estét kívánok én is, nagy szeretettel köszöntök minden, 25 percünk én. van, hogy megoldjuk a világ sorsát. Egy legendával beszélgetni 25 percet te magad is említetted, hogy erre a... nem túl sok. Igen, Ami közös barátunk Eperős Károly, mm. tehát Szamoca azt mondaná, hogy Uramisten. Igen, én is azt mondom, de Tegyünk kezdjük el, mert megy az idő, kérem. Repül, tegyünk, idő. tegyünk rá kísérletet. <coughs> 1948-ban járunk. Megszületett Igen. a gyermek. Ősi koronázó városban, kérem, szépséges Székesfehérváron. Amelyik azért nagyon na, a háborút, háromszor cserélt gazdát itt, ahogy mesélték szüleink, kérem. Uh, hihetetlen szenvedések, uh, kis szenvedéseket okozva. És hát közvetlen, tehát három évvel ezután születtem. Én, amire emlékszem, elég jó memóriával állt meg a mindenható. Sajnos az első dolog az az, hogy drága jó apám három éves korában meghalt. 1951-ben. És emlékszem arra, hogy amikor felemelték a koporsót, hogy milyen színű ruhába lett eltemetve. És emlékszem arra, hogy baloldalt a kápolnába, ott a hosszú temetőbe, kiküldtek. Most is szemem előtt vagy. Kik, milyen személyek voltak? Kik voltak az a személyek, akik tiszteletüket tették a, a temetésen? És akkor amire emlékszem még, hogy hát ugye 1950-es évek elején Aranycsapatnak a, a tetőfokán kérem, akkor még nem volt televízió. És a szepese, hogy bömböltek, kitették a rádiót kérem a, a, az udvar közepére, ameddig elért a madzag, ugye. És pontosan az ablakban, és a az udvar közepén hallgattuk, kérem, a dolgokat. Majdnem minden meccset. Arra meg pontosan emlékszem, hogy a döntő pillanatában hol voltam. seges út, 36, amíg ordította a Szepesi, kérem, volt. Puskás, lő! Gól! Nem adja! Nem adja! Nem adta meg! Hát egy nem, nem, egy nemzetet talán a... Hát a... De egy nemzetet döntött gyászba, minimum. De rengeteg szimpatizánsunk volt, a félvilágot gyászban. Ez gyászban. volt az alapvetés a fiatal külalinak? Tényleg? Ott. Hogy, hogy becéztek téged otthon? Különböző dolgok volt. Nem tudom, volt Nyicskának hívtak. Otthon Lalinak mondtak, de hívtak később. De sok mindennek. Thomas, a magasugróról. És hívtak, tehát különböző neveken szólítottak, de a lényeg az volt, abban az időben, amerre a szem ellátott, mindenütt focipályák voltak. Mindenütt. Grundok. Grundok. Hát valami fantasztikus volt, de tényleg, hát olyan, történelmi korból, hát ez, ezt mondhatjuk, hogy a... Lajoskám, a sztár szerep mikor jutott neked először? A tehát azért a Grundon gyorsan kiválasztódik ám az, akit mindig elsőként választanak meg. Ez egy érdekes dolog, tehát, hogy a családban senki nem futballozott. Senki soha nem focizott. Apám, ahogy meséli a bátyám, kétszer-háromszor kim volt egy évben meccsen, anyámat egyszer elvitte, akkor valaki súlyosan megsérült, soha többet anyám nem ment vele. Apám még járogatott egyszer, kétszer, háromszor egy évben. De abban az időben az volt a helyzet, hogy az utcán, nevel, utcán is a templomban nevelkedtem, Anyám reggel öt órakor elment dolgozni, bátyám, nővérem, két testvérem van, már ők is elmentek dolgozni, egyedül ott maradtam. Egyedül ott maradtam, iskolába mentem, óvodába először, iskolába, gyalog, egyedül, mindig, mindenhova, mindig egyedül. És utána jöttem haza, az a, hát volt, amikor ott maradtunk az iskolába, letettük a kétszer-két, mit tudom, táskát vagy akármit, és akkor ott neki, foci, ájulásig. Hát az volt az 1950-es évek, azok voltak az évek, ahol a magyar sport virágzott. Hát mindenki tudta, mindenki paplaci akart lenni, mindenki puskás akart lenni, kocsis akart lenni. Hát csak egy dolgot alátámasztású. 1952-ben. A magyar történet talán a 20. béli legsötétebb korszakában 16 aranyéremmel jöttünk az 10 és 16 16 aranyéremmel. Így van, Lajos Kár. Tehát fantasztikus. nagyszerű volt. Kicsit és... szerényebb, karcsúbb, de az 52-es. De az 52-es kérdés. Ott 52-ben azért voltak -e problémák, hogy Iharos például évját, év sportoló volt, és nem tudott kimenni, és nem tudta bemutatni ott azt a futó ö, tudását, tudományát, ami a nyiton elkápráztatott mindenkit. Iharos, Ugye az év sportolója volt 1950-ben, De 52-től visszatérve. Hát ezzel a teljesítménnyel, ez a 16 aranyérmes teljesítménnyel, kérek szépen, a nemzetek nem, hivalos, nem hivatalos uh, sorrendjében harmadikok voltunk. Rangsorában harmadikok voltunk. Az Amerikai Egyesült Állam, és az akkor először elindult dicső, dicső, ugye, Szovjetunió mögött, 16 aranyéremmel, 10 milliós lélekszámmal. Fantasztikus dolog volt. Ha térjünk vissza hozzád. Mm. Ja. Na de így nőttem fel, tehát eredetileg, ki, puska öcsi, kocsi Gosis Gyulás, stb. Mindenki tudta? Ki szerettél volna lenni? És ki volt az az ember, aki felfedezte benned a tehetségedet? Miértatlanul kevés szó esik róla? Na most mégis, mindig, mindenkor, mindenütt fociztunk. Focisztunk. Tehát említettem, hogy két. Tehát az utcán és a templomban emelkedtem. Utcán is fociztunk, de a templomba mentünk, a minisztrás óra előtt is fociztunk, utána is fociztunk. Most, e, amerre még egyszer van szemmel állt a millió grund. Kifelé fel először. de most hivatalosan, 1962. júniusában, kérem, torna bemutató, Petőfi oskolába jártam, bemutató, kérem, a sósta is pályán. Torna bemutató, torna, azt a szaltó, stb. 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 tudom, fantasztikus. Vég Laci bácsi, torna talán felkészített bennünket, és gyönyörűséges, a mutatványokkal kápráztattuk el a torna bemutatóval, tehát azt a felett, hogy egy akrobatikus dolga. Majd azt követően jött egy ilyen, hogy ma, kérem, hogy is játszottuk? Ja, ö, a Petőfi iskola játszott ö, május egy tére, Győztünk kettőn úrra, és akkor Csiszár Guszti bácsi után, oldani, hogy lenne kedvem. Mit mondtál? Csiszár Guszti. Gusti bácsi, a honnan lenne kedve? Mikor kezdődik az elt, Hova kell menni? És akkor innen el kell. 14 éves voltam, ez 62. szeptemberében volt. Kimentem volna kérem. Hát, hát, akkor egy gyerekek voltak, ugye 18 évesek még ifisták. Én 14 éves koromban 148 centi magas voltam, és 42 és fél kiló. Láttam, többet hát, kérdező. És elég rossz csapatba kerültem, mert hogy az volt a helyzet, hogy Uh, olyan 117-11 volt a gólarányunk, és veretlenül nyertük meg a bajnokságot. És kismillió, veretlenül? Bocsáss meg, kis gólt lőtt. Hát, <laughs> egy hány még, sikerült. És, és, még egy előkészítettél. Egy, egy Egy dolgot elmesélek kettő, neked. egy pillanat, kettőt is, de hatalmas <laughs> nagyokat léptél. Hát Évről képzeld, hogy 117-11. Na most egy dolgot elmesélek, képzeld, hogy milyen edzőnk volt drága, csodálatos emlékű, fantasztikus emlékű Ganner Jani bácsi volt az edzőnk, kérlek szépen. E, itt történt, kérem, az eset a Sóstói pályán, Salakos pályán. Játszottunk, kérem, Brunswick Terka fatornyos, fatornyos falujával, kérlek szépen, Marton vásárral. A második félidő tizedik percébe vezettünk 16 ra 16 ra Soha se előtte, se annak utána nem fordult ez elő, ami akkor előfordult. A bíró lefújta a meccset komolytalan játék. Tehát majdnem minden akción gól volt. Na de amilyen elmesélem ezt a történetet, a következő. Ez volt vasárnap, akkor vasárnap voltak meccsek. Ez konkrétan történetesen délelőtt volt, 11 órakor. Utána kedden kérem, normálisan, ugye megjelent mindenki az edzésen, és Gantai Nali bácsi, aranyos, kedves, azt mondja, hogy kérem, hát foglaljatok helyet, mindig leültük, körbeültük őt, és <coughs> hát elkezdődött a kiértékelés. Röviden elnézést kérek itt, ami történt ott. Hát körbeültük. A látottakról a következő véleményem, és így meghúzta. Hatalmasat köpött. Elér. Röviden ez a vélemény. De hogyha meg akarjátok, hogy indokoljam, kérem. Ám legyen, akkor megfogom. Kéritek? Igen, hát ha lehetne, mondtuk, hogy meg az idősebb. Hát ha lehetne, akkor legyen kedves. Azt mondja, hogy következő. Szó szerint. Csak azokat a helyzeteket kellett volna berúgni, amit kihagytatok. Még egyet köpött, vége volt szépen az értekezletnek. Hát most kérdezem, hogy ugye 16-0-ra vezettünk, az most lehetett volna 20, a jóisten tudja 20 hány, 0 a vége, de nem. 16-0 után egy ilyen cirkusz csinált, egy ilyen kiértékelést. Na most én, aki küldtek is átszóltam, én ja, nem csináltam, tehát nem vettem nagyon merre. De voltak, akik soha soha többet nem jöttek. Konkrét nevet is tudok, nem akarok volna. Nem jött többet. Máshol boldogult, és akkor nem jött oda többet. De most arra gondoltunk, hát mi lett volna, ha most mi lesz, hogyha csak 8 0 győzünk? Vagy 12 0 ra Rökszem, de, de Ilyen volt a... első osztályú játékos. Na hát kérem. Kellett uh, arra figyelni, hogy a beilleszkedésnél azért bármilyen tehetséges valami, valaki, bármilyen nagy talentum, azért figyelni a későbbiekre? Hiszen neked határozott elképzeléseid voltak. Mind? Hát a, a, megmondom őszintén, eléggé öntörvényű gyerek voltak. Gyerek. Úgy éreztem már 18 éves koromban is, hogy be kellett volna, hogy tegyenek. Nem tettek be a csapat, egyszerűen nem mentem edzésre. Nem mentem el edzésre kérdésre. Amíg történt az, az els, a bemutatkozásom a, az nb 1 b be ugye MB1 B volt akkor, akkor is az volt, hogy kérem, nem, tehát nem edzettem, mert úgy gondoltam, hogy be kellett volna tegyenek a csapat, nem tettek be. És akkor ott hol játszottam a többiekkel, tehát a gyerekekkel, a srácok az utcán. És akkor oda, oda küldték ki a német Lajos bácsit, hogy az edző üze, tehát a, Kárpáti Béla üze, hogy vasárnap balokarci lesérült, és nem tudnak mit csinálni, kérem, szükség van a, a játékra. 18 éves voltam, ott fociztam a gyerekekkel a grundon. Jó, hát akkor hányra kell oda menni, és akkor hányra, hova kell a Ferencéhez kell menni, ott a busz, onnan indulunk Kecskemétre kérem, és akkor hát meg vagy a csapatba. Kérdez. Tehát gyorsan megérintett a, a sztárság varázsa? Hát a sztárság varázsa, azt éreztem, hogy megy, túl kell átszani, tudod, tehát az, az, az érzi mindenki, tehát hogy tudok és akkor van összehasonlítási alapot, hogy hát az első meccsen mindjárt győztünk idegenbe, egy nulla győztünk uh, kecskeméten, és kérlek szépen, abszolút nem értettem. Sikerült megkötényedni ott valakit, minden, de abszolút nem Tehát, Hogy mondjam, Óriási önbizalommal játszottam, mintha Grundon játszottam volna. Ez vártad, egy óriási dolog. Vártad már a meghívót? Nagyon. Hogy, hogy folyamatosan, amikor ember egyben játszol, akkor majd előbb-utóbb beköszön a válogatottság. És a hát nem mindenképpen nem készültem. Arra. És nem mindenképpen készültem arra, készültem. de nem volt egyszerű. Tehát az, hogy azért láttam, kik van, de azt is felmértem, hogy körülbelül mire vagyok képes. És azt, azt, láttam, amikor uh, meghívtak a különböző, hát me, az első évben már meghívtak, hogy tudom, a, a Sós Karcsi bácsi meghívott a B válogatottba. Tehát meghívott. Olimpiai válogatott. és le is tettem 1968-ra, olimpi... le kellett volna tenni, pontosabban nem jelentem meg. az, mert játszottunk valahol itt az egyetértésre. Le kellett volna tennem az olimpiai esküt. Tehát már ott olimpiai bajnok lettem volna 1968 20 évesen. De nem lett. De nem, mert, kérde, mert vidéken játszottam itt a vidébe, és akkor nem hívtak meg. A következő viszont igen. Így van. Hmm. Amikor stabil válogatott lettél, akkor volt egy változás az életedben. Hát nyilvánvaló, most ugye a Ferencvárosban játszottam, tehát, tehát a Ferencvárosban. Vannak azért köztünk, és, és nem bántam egy szóval sem, hogy egy piroskék, szívű és színű Külali miként vált csapatot. El, először is székesfehérrel kapcsolatosan. Tehát én imádtam, szerettem Székesfehérvárt, de hát a Magyar Labdarúgás Nemzeti Színháza, amikor meghívott, ez a Ferencváros volt, tehát eszméletlen népszerűséggel és csodálatos játékerővel, óriás, a legnagyobb legnagyobb tömeggel háta mögött, hát ő, ők nem az ország, a nemzet csapata voltak. Igen, mert hogy nagyon szépen fogalmaztad meg, mert a Magyar Futball Nemzeti Színháza az a fradi. Pontosan. Tehát ez, ez egyszerűen, tehát amikor a Sándor Sándor azt mondja, csak egyszer, csak egyszer adatot volna meg, hogy a Ferencvárosban játszassak. Vagy Eszterházi, az író. Csak egyszer. 80 ezer nézőt a Fradi mezbe 25 méterig egy bombát beragasztani az ellenfél hálójába. Egyszer. Minden kosú díjamat mondotta volt. Ezt Neked ezt megadott. Megadott. És, és szerettek, és nagyon szerettek, és valami fantasztikus dolog volt. Tudtuk azt, hogyha elindulunk az ülői útról, a világmagyarsága velünk van. Mindenki velünk van. Tehát mindenki velünk van. Nehéz volt a váltás. Hát én, te, te még egy egyszer is, arra... Te vagány srác volt. Na ez, ez, te ez ezt kell a... kihagcsolni. A Páncsics, ezt Páncsics Miki mondja, együtt voltam, véle, szépen, nem is tudom, milyen válogatott, uh, ja, válogatott mér, román válogatott mérkőzéssel, te, meghívtak, meghívtak, a válogatott keretbe, és hát Esztergomba volt az edzőtábor, készültünk a romárok ellen. És azt mondja, tehát ide, ide jönnek a játékosok, különböző játékosok innen, onnan, amonnan, hát remegőt érdekkel az első, mit Hát te úgy játszottál, -e, mint, a, mint hogyha a Grundon játszottál volna, és olyan önbizalom, és olyan, pff, hogy mondjam, tehát hozzáállása, hogy egy ilyet, ilyet nem is láttam. Mint a sikerült mindjárt három-négy gólt rúgni, tehát mindjárt az első meccs. Hát azt hogy ilyet nem is látta. Tehát, hogy abszolút nem érdekelte, hogy. Tehát én pályára léptem, tehát mint hogyha, mint hogy Grundon játszott. Abszolút nem. És a Ilovszky mondja, Lajoskám, én tudom, hogy ö, maga a Ferencvárosa a jó néhány jó csomó kupameccset játszott, de a válogatott az mégis más, hogy nem lesz lámpa lámpaláldos. Rudivács, így nézek én ki. Tehát így, tehát ettől, ha azt ott Roma, o, o, Romániában, tehát azt ott Bukarestben, Romániában el tudják intézni, hogy ez a 65 ez mert csak annyian fértek be, mert ugye azt hallottuk, hogy volt 450-500 jegyigénylő, mert akkor még az volt a helyzet, Európa bajnoki selejtező mérkőzés volt, a legjobb 8 között. Az volt a helyzet, hogy Románia soha nem győzött Magyarországára. Most arra gondolták, hogy elérkezett idő, most magyar vért akartak ott látni, és 500 jegyigénylés volt, és erre készültünk. És mondja nekem Rudi Vácsi, hogy a Margit sziget nagyszám, hogy Lajoskán nem lesz-e nem lesz, nem lesz lámpás az Rudi Hogyha azt elintézik, hogy a 65 ezer néző nem tud betódulni oda, megtámadni bennünket ott Erdély miatt, akkor kérem, semmi probléma. És ugye, ez volt. Ö, tehát a román mecskérem ott kettő-kettő volt, kettő éve vezetünk, és 11-est kaptunk. És kihagyta a kocsisla. Kihagyta a kocsisla, de ő elvállalta, Páncsics Miklós volt kijelölve, miki a, a csapatkapitány, azt mondta, Rudvácsi, nem merem. Hát ez nem, nem lehet, lehet Miki, nikik. Csapatkapitány kép. Csapat, kapitán, kép. Na jó. Tehát hogy hát nem lehet. És akkor körülbelül 10 alatt el kell dönteni. Tehát nem lehet, hogy nem rúgjuk a 11-est. Játékvezető 2-1-es állás, a magyar vezetésnél 11-estől. És a kis kocsisla is azt mondta, hopp, Lúgyi Bacsúny, meg akkor. És akkor kapurarukta, kérem a radukán. Megfogta ellentámadásban, ne aggódjunk, goltugott, 3-1 helyett, 2-2. De így is normálisan továbbütás lett volna. De az volt a helyzet, mert ugye itt Budapesten 1-1 volt, ott 2-2. A gyegen belül golok normálisan most számolnak, de most akkor nem számolnak. Nem Jött számított. a harmadik. Jött a harmadik, mert és azon végig játszottam, kérem, és akkor itt viselem. Kettőre győztünk, kettőre győztünk, és, és, és egy zsák levelet kaptam utána, egy zsákkal, abból legalább százat el is tettem, úgyhogy meg tudom mutatni. Még román nyelvű is volt, tehát hogy valami káprázatos, szép dolgnak tartották azt a fajta focit, ami ott, ott, ami, ami, ami ott történt Belgrádban, itt, 80 ezer nézővel. Itt van a jelekérem. Történt az, hogy uh, Neágó bal mellett elgurította a labdát, a másik oldalon megkerültem. Meg akartam kerülni. őrült, belém futott, és neki, neki a, neki a fejemnek itt fölnyitódott ez a, tehát fölnyitódott ez a rész Neki viszont négy foga kiullott. Én tudtam tovább játszani, őt lehúzták. Másnap az erdélyi újságok írták, hogy nem csoda, hogy ne Neagunak kiullott, kérem, négy foga, hiszen kűbe harapott. Úgyhogy ez egy, egy jó történet volt. De a lényeg a dolognak, győztünk. Ez volt. Erdély, szépen, a hetedik nagy országban. Ez az volt magát. az első föl-föl dobott Ez ember, óriási. Annyi, annyi embernek boldogságot tudtunk szeretni, amire... Folytassuk úgy, hogy stabil válogatott lettél. Ott volt előtted az Európa-bajnokság, az olimpia, és itt volt, Európában annyit hagy mondjak, hogy de, kér, igen, az utolsó gólt rugtam 1972 volt. Igen, a magyar labdarúgók közül jegyzed az utolsó, utolsó európa Utolsó A teljes döntő köz, A, a, a legjobb, legjobb négy között voltunk. És a Tehát, legjobb négy között. Legjobb négy. Között. négy. Döntőben utással egy a szovjetunióval játszottunk, a Dicső Szovjetunióval. Kérem is egy öngollal kikaptunk. A, és utána játszottunk harmadik negyedik helyért Belgiummal. És ö, ugye Ilyen. Kozma Misi beívelt a labdát, Albert Forján is a csapatban volt, hogy Tehát ö, Kozma Misi beívelt a labdát, tiszta helyzetben fejeltem volna, és kézzel kilökött a Helens, a jobb hátvédjük a belgáknak. 11-es, berúgtam kérdés. Ezzel kettő egy. Lett. Bepasszoltad. Hát bepasszoltam, mirá, figyeltem. Igen. Figyeltem. Tehát figyeltél. Elegáns 11-es volt. Ilyen. Már Tehát így látjuk. Nem érhet uh. Mikor gondoltad úgy, hogy neked nem Magyarországon van a helyed? Hát amikor közölték, Ez fontos kérdés. Világos, amikor közölték, hogy az mls az az ember hivatott be, aki fiaként szeretett. Egy ávós őrnagy volt korábban, kérem a kutas Pista bácsi, de nagyon nagy Fradi szurkol azért, mert az így igazságos. Hát, na, 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 fiaként szeretett? Hát e, azt megcsináltad, hogy, 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 hogy e, volt egy 72 Váci nevű benzinkutas, bárkit állítson ki a labdarúgás kérem, leveri ő. a barátjával együtt egy párosba, kérem. És a kutas Pista bácsi, na, Novákot, és engem szemelt ki, Lajos, álljatok ki, és akkor itt És akkor, akkor, akkor hát, simán győztünk, és akkor ugye a labdarúgás becsületét megmentettük. Meg egy atléta mondta, hogy futó és akkor hogy ott, csak x méter fort, és akkor, akkor is, tehát a kutas azt mondta, hogy Lajos, ezt nem lehet hagyni, és akkor csináljuk legnagyobb szurkolom volt, kérlek szépen, és akkor, de meg, hogy mondja, megtévesztették, és ö, hogy mondjam neked, tehát meghűjtették azzal, hogy én antiszemita vagyok. Na most következik, behivatott a, behivatott a MLS székházba, és közöltem. de az volt az utolsó átpont. Nemzetellenes vagy, népellenes vagy, szovjetellenes vagy, kommunistellenes vagy, és utolsó vádpont volt, hogy antiszemit Antiszem. Pista bárcsó, egy pillanat, álljunk meg. Az összes többi talán áll. Az utolsó nem, nekem zsidó barátaim. Miért is lenne? Miért is lenne ez másképpen? Nem. Mondja Pista vagy ezt információk alapján mondja, vagy személyes meggyőződése. Azt mondja, is-is. Letörüllek, azt mondta, letörüllek a magyar labdarúgás térképpel. Letörül a magyar labdarúgás Hát jó, de akkor nem tudok mit csinálni magamban nyilván. Hát akkor, hát, és akkor eldöntötted. Hát akkor legérsz. világos. Már hát ő... Mondjuk, tehát a vagány szöveg az így szól, hogy akkor lelépek az első... Hát de, de azt nem mondtam alkalommal. neki, gondolatod. De nem mondtam neki, Pista bácsi, hát, ha így gondolja, akkor, 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 akkor ez a helyzet. Most következőt léptem utána, azt mondta még MB szinte, MB 3 as se játszhatom. MB 3 as es. Akkor jött a Gros Gyula, tehát felhívtam a Gyulát, ő a volán előke, hogy te mondom, Gyula, ez a helyzet, a Pista bácsi, te kérlek szépen, ilyen lehetetlen, ilyen, Hihetetlen uh, vádakkal, illet mondom, aminek uh, felesége igaz, de hát egyszer nem tudom, mit csinál, mert ő a főnök, ő diktál. Nem mondom, légy önkérde, szerezzé valami lehetőséget. Azt mondja, hogy nézd, pár nap múlva, hogy jöhetsz a, a volán, volán taxi vagy a jóisten tügyműbe, uh, blasz egybe, három hetet el tudok intézni, kérlek szépen, és akkor uh, hát előbb-utóbb majd csak alakul a helyzet. Gyere oda, és akkor megnyugszik körülötted a. A, mit tudom, mit jö, tehát az élet, és akkor talán ők se lesznek olyan, olyan hogy mondjam, tehát olyan kíméletlenek. Tehát akkor meglágyul a szívük, hogy úgy ne mondjuk. Úgy Én ne fog... És, be, és de akkor... és de akkor... nem nee, né, Nem, és akkor utána már készítettem elő, kérlek szépen. Az, most a három éj, hároma tudnám azt ö, mesélni, kérlek szépen, hogy, hogy eh, milyen trükkel sikerült, kérem, a béketáborból itt kérem, de sikerült, sikerült. Röviden csak annyit, hogy Lementem Kecskemétre, a világ legnagyobb fradi volt a rendőrfőkapitányot, és mondtam, hogy a martfői bakancsokba, kedves Alerzsef hát nem lehet játszani, szeretnék gyönyörű szép cipőket, ilyen, vagy adidas vagy pumát, amiben érzem a labdát. Hát, ha hát, 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 ezt a problémát ismerem én is, hát hét évig voltam a Kecskemi Dózsának az elnök, amit én már tudtam, lekádereztem. De annyi, azt tudtam, hogy a világ legnagyobb fradi szúrkolója. Mindent elintéz. Lajoskám, miben tudok segíteni? Mondom, ez az egy probléma lenne. El van intézve, Lajoskám. Mit akarsz? Hát mondom, Szabadkán van egy olasz piac, ott minden héten kétszer, tehát amit Szuboticának csúfolnak tőle. Szabadkán van egy piac, az Jugoszlávia volt akkor, nem Szerbia, Jugoszlávia. Egy kétszer egy olasz piac, ahol lehet adidaszt is, pumát is kapni. És oda szeretnék menni, tehát oda kéne valami kis ablak. El van intézve. És akkor, és akkor ezzel mentem ki, hát eszem ágában nem volt öröm, és akkor nyugatra kérlek szépen. Hajrá. De onnan még, egy dolgot csak. Igen. Telefonálok haza, szépen, már felvettem a kapcsolatot különböző menedzserekkel, kaptam címeket, kaptam Olaszországba, kaptam Svájcba. Svájcba a Pázmándi Peti barátomnak a telefonszámát, ő a szervet, az első csapatán. Tehát a, a, a svájci bajnokcsapatnak volt az edzője, és őt is felhívtam, hogy tudsz-e fogani Petikém egy kicsit, amíg ott ö, oda nem jön a menedzser, és oda visz majd, ahova ő gondolja, tehát a menedzser. És ö, 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 onnan telefonálok haza, és kérem, a volánnak a, a szakszáj titkára vette fel a telefont. Jaj, amikor meghallod, hogy telefonálok. Már eljöttem egy hete. Jaj! Honnan beszélsz? honnan beszélsz? Honnan beszélsz? Honnan beszélsz? Kerestünk, azt mondja kérem, a Balatonnál nem voltál. Kerestünk a Dunakanyabban, nem voltál. Pipacs, mindenhol, minden szórakozó, nem voltál. Ha honnan beszélsz most? Ha mondja, innen beszélek a Genfitó partjáról, Kálmánka. Jaj, azt mondja, hogy jaj, 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 mekkora kő le a szívünkről. Ma hogy diszidáltál. Na most, Kálmánka. Miért azt mondja? hát, hát, hát Hát mondom, Kármánkám Kármán, lapozza emlékeit, Svájcban van öregem, mert azt hogy valahol röszkető környéken a szeged. Jó, hogy nem szégyeled magad, kérem, mert hát Ilyen dolgok, mondom, Kármánkám, Kármán, higgadj le, öregem, felnőtt emberek vagyunk. Én azért hívtalak fel, mondom, közöltem, hogy ö, mit tettem, de a legfontosabb dolog az, hogy légy olyan kedves, mondd meg a srácoknak, hogy a legnagyobb szeretettel üdvözlöm őket, és minden elképzelhető jót kívánok a szezon. Sok sikert a szezon hátralévő részére. Csókoltatok, Kármánkám. No, kérem szépen. Aztán jött Belgium. Belgium, ha, hát Belgium ha, na most, az ha, jött. ha kedv van. fontos Igen. Ha, el, egy pillanat. Igen. Azt belga azért had, Azt azért hadd mondjam el a nézőknek, hogy akkor uh, nekem fiatal Suttyó gyermekként még nem mindig lehetett televíziót nézni. Tényleg? És amikor így van. Tehát azért felkészülten kellett, kérni édesanyánkat, édesapánkat, hogy engedjék meg, akkor még volt és, köz, és bizony, és hogy megnézhessük <laughs> a megdöntőt. Mi jó jószerűvel itthon, független attól, hogy én népsport, akkor yeah. népsportnak hívták, olvasó voltam, bizony a nagyon jó tanulmányi eredményekkel kellett, hogy rendelkezzem ahhoz, hogy megnézhessem a késő esti közvetítést. Vitrai Tamás volt a kommentátor. Pontosan. Egyébként nagyon is jól tudjuk. Hát, Most, mivel a, akkor még nem volt szemüvegem, legalábbis nem hármas. Nem volt szemüvegem. A, mondta ott szépen sorban az összeállítást, a, és a as számú meznél, 10-es, vagy illetve tízes. a tízes számú meznél nem mondta a nevet. Pedig csak két. Ott futott, igen. Pedig csak két. Két, Na, az angolok igen, nincs is, nincs, ő, nincs, 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 Ten. És nem mondta ki. Légios. Nem mondta ki ezt a nevet. Sőt, akárhányszor volt mm. nálad a megdöntőben a labda, elveszítettétek. Tehát Egy óra, de én, várjál, a, a 70. percig játszott, akkor két lábbal Igen. lerúgta a kéle, beugrott És valaki. 0 0 Null mentem Isten le. Isten áldja meg itt lett mm. Tamást, mert hogy nagyon sokat tanult Igen. tőle mindenki, aki egyáltalán a televíziós biztos. kommentátorként dolgozott valaha is de a 70. percben, 67. percben cseréltek Igen, el. igen, igen, tehát a, De, de... Beugrott a és majdnem kettétől találóval érte. Úgy húztak ne, le. Nem mondta ki a nevedet. Igen. És ezt ráadásul persze. ehhez, tehát ezt most hagyjuk, ehhez de. történik. Na, most következő az, az édesanyja, azt meséld el, kérlek de szépen, most aki nem de. tudja, hogy a, mi történt, ő ittől? hívtad az de Mi történt Hába, itthon? Kérde, de előtte, Népszabadság egy hónappal előtte írja, Küllő ismét hallat magáról. Kérem, következő történt. Liesbe, kérem, kocsmai verekedés után összetűzött, összetűzésbe keveredette a rendhelyi őreivel, és annak utána kérem, az őt legjobban megillető erre, a lierzsi börtönbe kerül. Puff neki kérem szépen. Ez volt kb. két hónappal a, a megdöntő előtt. Utána <coughs> egy héttel, pardon, nem egy héttel, három vagy négy nappal a döntő előtt, népsz ugyanez ugyanaz a népszabadság, kérlek szépen, írja, hogy valószínűleg a magyar származású külajos is ott lesz a fellépők között a döntő. Akkor már a helyzet. Még közelebb megyek. A, hogy hívják kérem, a döntő napján, a döntő napján közölték, hogy játszom. És akkor telefonálok, telefonálok haza, anyám veszik természet. Akkor nem úgy volt, hogy telefon, de akkor el tudtam érni. Felveszi a telefont, hol vagy? Hát mondom, Éppen itt vagyunk egy fantasztikus, gyönyörűséges szép ö, ö, kastélyba, egy skót tulajdonában lévő kastélyba, és készülünk a meccsre. Este majd fogsz látni mondani, tele, micsoda! Hát, hát azt mondja, megírta az újság, hogy börtönbe vagy. Hát mondom, csak nem gondoltam, hogy a börtönben lehet itt, jobbra-balra telefonálgatni kérlek szépen, No mindegy! Az mondja, az újság. Csak nem gondoltam, hogy börtönben vagyok, Azt mondja, az újság megírta, ott vagy. Na most akkor jó, hát mondom, figyelj, De hát akkor is kapcsolt be, majd lehet hogy látni fogsz akkor. Még egy, már az öltözőben vagyunk a Wembleybe és jön hozzám a belga televízió kommentátor a Rigde egy fantasztikus, híres ember ott kérem és sok-sok meccset látott és óriási tapasztalattal bír és kitűnő szakember hírébe áll. Mondja nekem hogy Lajos, légyos azt mondja, I've, I've spoken to Thomas. Azt mondja beszéltem a, a vitraival Tamással. Tamás mondja, mondta neki there is a hungarian guy in a squad hogy van egy magyar játékos a csapatban, a brüzsja, hu hú, ki, mondja, kül, jó, fogta a fejét, az jó, mert ugye nem volt szabad egy szót se szólni, egy szót se sz, 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 szólhatott. Na mindegy, mondtam neki, ő játszik, Tamás fogta a fejét, az Jaj Isten, hát ennek következtében állott elő az a helyzet, úgy közvetített, ahogy a meccs után, ugye, Sajnos kikaptunk egy nyúlra, de 75 ezer tehát 100 ezer néző volt, 75 ezer szurkolt a Liverpoolnak, 25 ezer nekünk, annyit jegyet kaptunk, kérem, Belgiumból, pontosabban Flandriából. Fél Flandria itt volt, kérem, a férfiak. És akkor meccs után ülünk. FC Brüssz, a banketten, gyönyörű díszterembe, mellettünk be a Liverpool. Egyszer csak látok egy ismerős úriembert közeledni. Jön. Ahogy jön, Bart Sanyi Hát most Sanyi bágy. És akkor hát te kérdezi tőlem, hát te mit keresed? Most annyi bácsát, műszakban vagyok, dolgozunk kéne, most itt van a bankját. Üljön le! Leülöd, a magyar távra az vezérigazgatója volt, korábban labdarúgó szövetség elnöke, most meg az UEFA elnöke volt. Azt mondja, hát mondom, maga mit csinált, hol volt? Mit, mit, mit azt mondja, az UEFA képviselte, elnök helyettes az UEFA-nak, és ott voltam a plecsni osztó, tehát az éremosztó brigádban. Hát sajnos nem láttam, mert nem, mag nem magától kaptam volna az érem nem van bácsi, ma ilyen szépen összejöttünk. Intézzel meg a jó, intézzel a jó Isten ágyak, hogy drága anyukám. Most már másfél éve nem láttam. Mert ugye 77. januárja mentem ki, ez 78. májusából. Most másfél éve nem láttam drága anyámat, majdnem 80 éves vagyok. Intézze már a jó Isten ágyak, hogy haza, ide el tudjon jönni a belga királyságba. Küldöm neki a csak intézzel, hogy, hogy megadják a lehetőséget. Lajoskám, el van intézve. Fél éven belül ott volt drága anyukám csodálatos, soha nem felejtem ennek az embernek, soha, míg élek, hálás leszek ennek a Sanyi bácsán. De mondom, még egyet Sanyi bácsi, még egyet intézzen, én is szeretnék hazamenni egy picit. Lajos, kám, a picit. más a helyzet, hát itt most már lassan a, a, a kormányprogram fontosabb lesz, mint a, a pártprogram, most már azt is el tudom intézni. Maradjunk annyiba, hogy soha nem volt. De na utána 9 évig, 9 évig még nem tudtam az önni. Ilyenkor nagy csóhája kérdezek tovább, hiszen a műsoridőnk lejárt. Ugyanakkor azt ígérem önöknek is, kedves nézőink, hogy ezt a csodatörténetet folytatjuk. Még pedig azért, mert hogy átkelünk majd az óceánon, valamilyen formában. is érdekes volt, hogy? Így van, átkelünk az óceánon. Aztán amikor Külajos barátunk szélesfehérváraként hazatért, családot alapított, és elindult egy olyan úton, amelyet máig megköszönhetünk neki, hiszen az Aranycsapat Alapítványról beszélek, azt hiszem, hogy ez egy olyan, ez példa a témat olyan témat. példaértékű, olyan történet, és a határon túli magyar fiatalok versenyeztetése. Az egész világ magyarságát. Nem csak. És, és, az egész világ magyarságát. tenisz, kézilabda, sak, birkózás a futballmert, és irodalmi történelmet is. Tehát, hogy tudják ezek a gyerekek, hogy honnan jöttünk, hol vagyunk én és van. mi lenne az a követendő irány a, 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 tehát akkor búcsúzóul én arról beszéltem amikor találkoztunk hogy nagyon kevés magyar ember tanulja meg hogy mit jelentett nagy Magyarország és erre hát. nemes egyszerűséggel lehúztad a cipzárt és megmutattad hát kérem ezt a medált? ha de, de lehet az a kicsi, látni kicsiny kicsi, de, kicsi, de, kicsi, kicsi, de az izem hogy merre mutatja arra oda. Hol a, oda. Itt is vagyunk. Jó. Igen. Igen. Az a kicsi medál Igen. jellemzi Az mindazt. A kereszt mellett különs. ez van, kérem. A kereszt mellett. Praktizáló katolikus vagyok, kérem. Köszönöm szépen. A mindható Isten nélkül egy lépést nem teszek. Ámen. Köszönöm szépen. Úgy legyen. Kedves nézőink, ez volt a fejérvári Beszélgetések némiképpen hosszabb verziója, és ígérem önöknek, hogy külajossal találkozhatunk a következő adásban is. Minden jót kívánok addig is. Viszontlátásra.